hogy kérdéseket halljunk. Oké, kérdés, oké, ott van a mikrofon, oké, álljatok és kérdezzetek, bárki akar, nőket beleértve kérdezhettek. Csak is annak alapján, amiről most beszéltünk, annak alapján kérdezzetek, azzal kezdünk. 25 percünk van, oké, kezdjetek. Némaság. Mondja Ravcsönd. Ez nem ok nélkül, tehát nekem nagyon sok gondolatunk, ez még nem, most nem beszélünk a tízesekről. Én láttam, hogy ti még mindig keresztül mentek egy bizonyos vizsgálaton. Ne kérdezzetek tőlem olyan dolgokat, amiket én kérdeztem tőletek. Most ennek semmi értelme, mondja Rav. Oké, következő. A lenullázás, hogy lenullázom az értelmemet, igen. Hogy látjuk az életben, látjuk, hogy mi hajlandóak vagyunk lenullázni a véleményünket. Nagyon nehéz hallani, mert hát... Tehát az életben én eltörölhetem a véleményemet másnak az érdekében, valami idegen felé. Akadozik az angol fordítás. Ez így van, mondja, akkor mi van? Tehát az egész spirituális munka az az edényünk fölött történik, a saját edényünk fölött történik, kétségtelenül. Minden, amiről beszélünk, valóban meg nem értjük azt, nem érezzük, hogy miről is beszélünk, de én képes vagyok döntést hozni. Két-e még döntése vagy sem képes hozni, mondja. Én úgy döntök, hogy eltörlöm a véleményemet, akkor a spirituális munka, te nem dönthetsz úgy, hogy akkor hogyan lehetséges ez? Én kérdeztem ezt a kérdést, mondja, ne kérdezzél vissza, hogyan lehetséges az, hogy én helyettesítem a saját véleményet a te véleményeddel, hogy én tudom a te értelmedet a magam helyett venni. Tehát azt mondom, hogy ha erőfeszítést teszek, akkor a teremtő elvégzi ezt, a teremtő teszi ezt. És akkor mi ebből az én jutalmam? Az, hogy az én saját véleményem helyett megkapom a te jutalmadat, esetleg te butább vagy, mint én, bocsánat, hogy ezt mondom, és még akkor is, hogy te okosabb vagy, akkor mi marad nekem? Akkor mi kapok egy korporális állati értelmet kapok, hogy okosabb leszek, vagy más leszek, mi értelme ennek? Tehát ezt kérdeztem, hogy mi van ebben az erőfeszítésben, hogy én hajlandó vagyok a saját értelmemet kicserélni a te értelmedre. Tehát ez az erőfeszítés maga, mit csinál ez az erőfeszítés? Mi jön a helyet ennek eredményeképpen? Mint egy fizetség, vagy egy kompenzáció ezért az erőfeszítésért. Tehát te megkapom a teremtő, én nem tudom, esetleg én nem adok neked választ, én ezt meghagyom egy nyitott kérdésként, mondja. Oké, következő. Nos, ott van egy mikrofon, mit akartok? Mire vártok? Kérdés. Tehát a felkészülés, ugye a felkészülés, hogy a tízre való munka. Tehát a mai délutáni leckén sokkal jobban éreztük a tízes, mint a reggeli leckén, mivel egy intenzitást adtál nekünk. Én kiabáltam veletek elején. Én nem hiszem, hogy a kiabálás volt, hanem ez a dinamika, hogy te állandóan körbe-körbe mentél, mint hogyha körbe-körbe forgattál minket, nem engedhet, hogy lelazuljunk az egyik a másik után. Tehát keresztül vittél minket ezeket az állapotokon, mint a Szentpéterváli kongresszus. És akkor ez a tízes valóban létrejött, ez a kapcsolat létrejött. Tehát szeretnék kérdezni a felkészülésről, hogy hogyan készüljünk már fel arra, hogy idejövünk. Tehát én jövök a tízeshez, én jövök az én egyéni életemből, az én saját zavaraimból, mindenkinek megvan a saját szemete, én onnan jövök a tízesemhez. Tehát ez nem az, hogy mintha egy leckére jöttem, mint korábban. Én jöttem a leckére, felkészültem egyedül, nem én most a tízesemhez jövök. Ez így van, mondja, tehát most már nem egyszer jövök a leckére. Tehát akkor jövök a saját szemetemből, ívve jövök, és nem vagyok képes belépni a munkába. Hogyan tisztítom meg magamat, mielőtt bejövök a tízesbe, hogy már valóban felképesítsem magamat, hogy valóban az egész lényemmel ebbe legyek. Hogyan készüljünk föl arra, amikor jövünk a tízeshez? Kérdezte Oren. Nektek fel kell készülnötök, mister. A rabás az 40 percet sétált éjjel a lecke előtt, legalább 40 percig sétált. Én felkeltem és a Samátit olvastam, mondja. Ő látta a konyhámban a fényt a lecke előtt és boldog volt. És
És megkérdezte, miért kelsz föl egy órával leleck előtt? Én mondtam, én Sematit olvasom, azt mondja, és akkor elkezdett teljesen másképp hozzám állni ezáltal, hogy látta felkészülést. Én mindig elsőként jöttem, legalábbis megpróbáltam, de mindig megpróbáltam elsőként érezni a leckére. Néha voltak már ott, akik előttem jöttek, néha voltak, akik ott maradtak, és ott aludtak a tanulóhelyen, a szemináriumban, a jesivában. És én elrendeztem a székeket, asztalokat, ahogy az Isten írva van Józsuéről, tehát, hogy felkészítsem a helyet. Nekünk vannak olyan emberek, akik ezt feladatukként csinálják itt Petek Tikvában. Tehát most én egy forró fürdőt csinálok, egy kicsit tornázok, 5-10 percig tornázok egy forró fürdő után, és utána leülök, és olvasok az anyagainkból, mondjára, amikor felkészülök a leckére, olvasok a tízfila tanulmányából, aztán olvasok valamit a Balaszulámtól. Általában az egyik leveléből, teljesen mindegy, hogy melyik levélből, de ezekkel készülök a leckére. És egyrészt a tízfila tanulmányával, először a teszből, mert az elrendezi az értelmemet, beállít engem a tízfila tanulmánya, felébreszti az értelmemet, és elrendezi az agysejtjeimet. És akkor a szívemet pedig elrendezem a Balaszulám levelén keresztül. Nos, én láttam, hogy nekem ez így működik. Néha másképpen csinálom, de általában ez az, ahogy én felkészülök. Enélkül nem is tudnék a leckére jönni. Itt 300 ember itt ül előttem, akik nincsenek ráhangolva, nincsenek fókuszálva, nem állnak készen, akkor mit kezdhetnék velük, hogyha én magam is felkészületlenül jönnék a leckére? Ez egy kötelező dolog, hogy felkészüljünk, hogy felkészülve jöjjünk. Tehát egy ilyen rezsimet kell kialakítsunk, egy ilyen katonás rendet. Ezt ti halljátok tőlem évek óta, de én nem mondom, hogy ugyanezt csináltok, de ez, amit én csinálok. De legalább, hogyha ide vezettek, vagy sétáltok, tegyetek egy fülhallgatót be, és hallgassatok egy kis leckét előtte, ez ennyi. Nekem van egy sétáló, tehát egy sétáló futószalagom, előttem egy tévé képességem, én kettőkor én nézem, hogy mi van a 66-os csatornán, hallgatom a tegnapi leckét, mit tudom én. Ez is. Ez visszatérít engem, hogy kapcsolatba kerüljük a csoporttal. De nincs olyan dolog, hogy a személy csak fölébred, és rögtön beesik a leckére. Ilyen nincsen, hogy hirtelen azonnal kapcsolatban, meg szeretetben van, meg célirányosan. Ilyen nem létezik, épp ellenkezőleg. Akkor csak úgy ébred föl, mint egy nagyobb és nagyobb állat. Tudjátok, mint egy ilyen elesett nagy medve, aki éppen fölébred valami államból. Én láttam, hogy a rabás hogyan ébred föl, mint egy ilyen gólem, vagy egy zombi, úgy nézett ki reggel. Tehát az embernek vissza kell hoznia magát az életbe. És akkor szép lassan felébred, és akkor látod, hogy egy spirituális lényé vált ebből a kődarabból, vagy egy darab húsból, egy angyallá vált. Ez egy hatalmas munka, amikor az ember ismét felébreszti magát ebből az állati állapotból. Van-e valami különleges hangsúly azon a tényen, hogy én jövök, hogy a tízest lássam, hogy együtt legyek a tízessel? Tehát, hogy a felkészülésemben, amit most a Rav leírt, ebbe tegyünk valami különleges kifejezést. Tehát mi ez a különleges plusz, amit hozzáteszek, hogy én a tízesemhez jövök, hogy én a leckéhez a tízesbe jövök? Tehát milyen plusz benyomást, hogy hogyan jövök a tízeshez, hogyha nem vagyok készen, mondja le, hogyan jöhetnék a tízesemhez, hogyha nem állok készen, hogyha nem gondolok erre, hogyha nem lángolok már belülről, hogyha nem értem, hogy miért jövök ide. Ez azt jelenti, hogy én jöttem, de senki nem volt ott. 300 ember itt ül, de olyan, mintha senki nem ülne itt, mivel senki nem volt benne foglaltatva senkiben. Mindenki csak egyénileg, még mint állatként jön a leckére. És ez az, amit megkapok a leckéből. De most ez már egy új számítás. Én garantálom nektek, hogy egy új számítás kell, hogy legyen, hogyha ti nem veszitek ezt figyelembe, akkor ki lesztek innen zárva. Akkor mi nem adunk helyet a hajónkon olyan embereknek, akik egy kárt okoznak nekünk, vagy túlsúlyt okoznak. Ezt komolyan mondom nektek.
Ez nem számít, hogy mennyire okos, mennyire bölcs, hogyha ő egy szakértő valamiben. Először is tisztává kell lenni bennünk, hogy minden, amit ez egy olyan személy, aki hajlandó összekapcsolódni, hogyha nem áll kész a kapcsolódás elkötelezettségre, akkor kidobjuk őt, mint ahogy a Jónás kidobták a hajóból. És hogyha valami mentális felemelkedést kap, akkor majd visszahívjuk, de ha nem, akkor nem. Tehát akkor képesek vagyunk-e leírni ezt az állapotot. Mit jelent az, hogy a személy eljön a leckére, eljön a tízeshez, és felkészíti magát a kapcsolatra? Tehát el tudjuk ezt a képet képzelni valahogy, hogy hogyan készülünk fel a tízesre? Rav, ezért jövök ide, mondja Rav, hogy egyesüljök a többiekkel, és hogy felfedezzem közöttünk azt a földet, melyet a Teremtő megáldott. Ezért jövünk ide, ezt kell elképzeljük. Igen, Kóla. Miért rejtőzködsz ott az oszlop mögött? Kólának nehéz elrejtőzködni. Néha mi olyat érzünk, hogy a leckek közepén, tehát nem látjuk ezt, de van egy belső workshop, de mi nem látjuk azokat az embereket, akik körbe-körbe járnak, cigarettáznak, ők most nincsenek itt. Tehát automatikusan mi közelebb kerültünk. Tehát azok, akik kimennek, azokat toljuk a hátulra. Nem kell semmi más csinálni, csak meg kell értsük, hogy ők megzavarják a haladásunkat. Ők lehetnek külső körökben, de nem a tízeseken belül. Egyszer igen, egyszer nem, ilyen módon, vagy olyan módon, aki nem képes elkötelezni magát, vagy egy helyen maradni, tehát akkor dobjuk őket, vagy csak toljuk őket egy külső körbe. Igen, csináltak, amit csak akartak, de ez nem az ő helyük itt a belső tízesekben. Oké, tehát a tízesek összejöttek, és volt egy pár tízes, ahol esetleg a gyengébbek, azokat az erősebb tízesbe tegyük, és hogy együtt, hogyha ők készen állnak erre, hogyha ők valóban egy erős tízesben akarnak lenni, amely képes magával ragadni őket, támogatni őket, akkor igen, de hogyha nem képesek, nem állnak még készen erre, mi azokról beszélünk, akik nem csinálnak semmit, akik nem akarnak erősödni, ők jól érzik magukat, csak hogy beszélgetnek, meg motyognak kívül, itt az emberek keményen dolgoznak. Az olyan embereket ki kell rúgni, én komolyan mondom nektek, ez egy új év, új kezdet, ez egy új változás, amit magunkra kell vennünk, ez egy új dolog, amit meg kell tennünk. Én nem engedem, hogy ez így menjen tovább, mivel ez az új állapot, ez az, amit meg kell tennünk, és ehhez szükséges, hogy meghozzuk ezeket a döntéseket, az erős változásokat. És én ugyanezt mondom a lecke kezdetétel, hogyha te 3:44-kor vagy 4-kor, 4:15, akkor 4:15, de negyed órával előtte már itt kell lenni. El kell döntenünk, hogy mikor, és akkor mindenkinek itt kell lenni, és fel kell készülnie. Legyetek felkészülve, mivel mindenki attól a pillanatról kezdve, hogy felébred és idejön, fél órája van általában, körülbelül 20 perce van, hogy felkészüljön. Az alatt a 20 perc alatt, hogyha ő arra gondol, hogy miért ébred föl, ez már elég, hogy felkészüljön a leckére. De még egyszer. Ez a hely sokkal szigorúbb lesz, és sokkal szervezettebb lesz, mint korábban. Ti cigarettázni akartok cigaret? Oké, okay, menjél ki. Akkor tűnj el. Akkor halljál meg a cigarettáddal, amennyire engem az érdekel. De nincs megbocsátás, nincs semmi. Itt egy új törvény jön létre, mondja Raff. Egy hölgy kérdez. Én már kérdeztem korábban is a kongresszuson, és kérted, hogy emlékeztesselek az ünnepek során, tehát kérdem, hogy érdemes ugyanazt a gyakorlatot csinálni, hogy átmegyünk a gonoszból, tehát ugyanazt csináljuk, mint korábban a párosokban. Engem most nem érdekelnek a párosok, mondja Rav. Nem a párosok, hanem ez a munka, amit otthon csinálunk, hogy az egóval, nem, én most nem beszélek erről, mondja Rav. Most ez nem tartozik, de ne keverjük össze a dolgokat.
hogyha akarsz otthon, hogy kipróbáljál különböző dolgokat, akkor próbáljad, de most én nem beszélek arról, hogy mit csinálunk otthon, vagy hogy a személy mit csinál az otthonában. Mi most a barátok közötti kapcsolatról beszélünk, ennyi az egész. Én szeretnék kérdezni, hogy a következő, hogy tehát most, amikor a 10 erősen integrálódik, amit éreztünk, és egy imával fejeződött be, hogy ellátnak erőt adjunk, hogy sikeresek legyenek a terjesztésben. Tehát akkor vajon érdemes ezt így csinálni, hogy amikor a 10-esben vagyunk, hogy egy imával fejezzük, vagy érezzük az erőt, hogy ez ne tűnjön el. Az egész munka a 10-esben az maga az ima, de a 10-es csináljon valami imát, az egység nem számít, mondja. Persze, hogy az egység érdekében van az ima, erről szól az egész. Az egész munkánk a 10-esben az arról szól, hogy egy nagyobb kapcsolatot érjünk el egymás között, és a téma, amiket megvizsgálunk, vagy amiket megbeszélünk, azok lehetnek teljesen más témák. Most a legfontosabb dolog számunkra az a siker ellátban. Hogyha sikeresek vagyunk ellátban, akkor mi mindannyian felemelkedünk a szentségben. Ennél fogva én fordulok a csoportokhoz, fordulok mindenkihez, Izrael minden részén keresztül, én fordulok mindenkihez. Hogyha ti segíteni akartok minket ebben, akkor segítsetek, akkor kérjétek az engedélyt, menjetek oda és dolgozzatok. Igen, következő. A 10-esben, amikor mi megszervezzük magunkat, akkor kimegyünk és visszajövünk, akkor ez zavar valakit? Amikor fordítunk, nem. A fordítás az más, a fordítók nem zavarnak senkit. Hogyha neked feladatod van, akkor nem zavarsz egyáltalán, és nem zavarod a csoportot, vagy a 10-est. Esetleg gyűltsünk össze olyan 10-eseket, akik közösen feladatot. Mint a kongresszuson, ugye a 10-esek úgy voltak megszervezve, hogy közös feladat. De igazából ez nem zavar senkit. Még akkor is, hogyha senki nem marad, vagy 9 marad, vagy 8 marad, vagy 7 marad, az sem számít, hogyha ők nekik feladat. Ha feladatuk van, akkor kompenzálunk számukra, amikor a feladatukat látják el. Következő, esetleg jobban meg tudnád nyitni, hogy mit jelent az, hogy benne foglaltassam magam a 10-esben, hogy benne foglaltassam magam a barátokban, hogy benne foglaltassam magam a barátokban a 10-esben, hogy Raf kicsit jobban megnyisse, hogy a gondolataimat, a vágyaimat, a véleményemet kicseréljem, ahogy itt írta az egyik írásban, ahol a saját véleményem helyett az ő véleményük lesz, hogy lenullázzam magamat többiek fele, hogy őket tekintsem a generáció legnagyobb ének, és én csak egy mocskos nulla vagyok előttük. Nem csak egy nulla, hanem egy mocskos nulla. Nekem meg kell tisztítanom magam, én egy nulla vagyok, és amivel ők rendelkeznek, az megtisztít engem. Amikor a mértékben végzem ezt a munkát, akkor láttam, hogy megtelek az adakozás tulajdonságával. Nos? Következő, hogyha én egy olyan csoportban vagyok, ahol a 10-esben kevesebb, mint 10-en vannak, akkor mi a plusz cselekedet, amit a barátoknak tenniük kell, hogy kompenzáljanak a 10-esért? Ez nem túl nagy probléma. Én azt mondanám, hogy 5-től felfele az már oké, tehát hogyha legalább 5-en vannak. Oké, van valami plusz cseleket, amit tennünk kell, hogy kompenzáljunk, vagy ez önmagától történik? Ez jobb, hogy csak kompenzálunk, de ha nem vagy képes, akkor nem vagy képes, ez nem annyira rossz, majd meglátjátok. A lényeg az, hogy lenullázzuk magunkat. 2 az a többség legkisebb, hogy ezt mondja, 2 az már egy csoport önmagában, ez már elég. Következő, van valami munka a 10-essel a nap során, a lecke után, az majd, ahogy ti döntitek, de a személynek állandóan ugyanabban a 10-esben kell lennie, ahogy ameddig el nem jön a következő 10-eshez, benne foglalja magát abban a 10-esben, amelynek a része volt, és folytatja tovább a munkát, a spirituális munkát folytatva velük napközben. Mindenki a saját fizikai munkájában, de mégis összemaradunk kapcsolatban ugyanazzal a 10-essel, ami amikor kimegyünk, akkor kölcsönös garanciával megyünk ki, akkor kimegyünk összekapcsolódva a szövetségben, támogatjuk egymást, és mi megmaradunk ebben az életben, amelybe kimentünk, de állandóan megmaradunk összekapcsolódva egymással egységben. Oké? Okay? Következő kérdés.
hozzátéve a tízes intenzív munkájához. Itt ugyancsak létezik egy félelem, ez a dilemma, hogy hallunk, hogy a Rav kérdez valamit, és ugyanakkor Rav kérdez valamit, azzal szemben, amit a barátok a tízesben akarok mondani. Például a Rav egy kérdést kérdezett, és a barátok meg válaszolnak egy bizonyos módon. Tehát hogyan oldjuk meg ezt az ellentmondást, amikor néha reggel azt mondtad, hogy építsünk egy hidat, hogy összekapcsoljuk azt, amit a Rav mondanak, amit a barátok mondanak. Te ezt képes vagy? Ha nem, akkor nullázz le magad a barátod előtt, hogyha más nem vagy képes. Tehát akkor a többi négy lenullázza magát. Mindenki, aki beszél, a másik kilenc lenullázza magát a beszélő előtt. Tehát hogyha a Rav kérdez, teljesen mindegy, mondja Rav. És akkor megváltozott, még akkor is, hogyha valami másról beszél, akkor is nullázz le magad, és ennyi. Tehát akkor mi azt a választ, azt a kérdést válaszoljuk, amit a barát akar válaszolni. Esetleg el kell kezdened meghallani, amit én mondok, ahelyett, hogy magadat mondod. Nem az, hogy az intellektus, a tudás, vagy valami, hanem a lenullázásról beszélünk. Hogyha én lenullázom magam a barát előtt, akkor megkapom a felső teszelmiséget. Akkor mit érdekel, hogy miről beszél? Az egyetlen dolog, amit tennem kell, hogy lenullázzam magamat a barát előtt. Nekem cselekednem kell. Miért nem hallod meg, amit mondok, mondja Röv? Mi erről beszéltünk, háromszor, négyszer beszéltünk már a lenullázás, hogy ez mit akar. Nem, de az számít, hogy mit mond, ahhoz képest, amit Rav mondott, hogy én úgy értem, hogy Rav ezt mondta, és ő meg a másikat mondja, és akkor az előbb is mit csinálnak a kettő között. Hogy lenullázd magad, ez az egyiknek szeg a lényege, ez az egyetlen lényege, a lenullázás. Két hónappal ezelőtt felosztottuk a csoportokat hármasokra, és a cél az volt, hogy mindenkinek legyen egy szerepe a terjesztésben, hogy mindenki eljön a reggeli leckére, és hogy megtartsuk a napi keretet. Most miért mész el? Oké. Mindenki segítenek a többieket, hogy megtartsa azt a keretet, amit döntött. Tehát akkor felosztottuk magunkat háromra, hogy babysitterek legyünk egymásnak. Oké. Tehát hármasával, tehát két hónap ezelőtt. Tehát voltatok hármasával? Én mondtam nektek, hogy csináltok hármas csoportokat. Tehát akkor mikor döntöttetek úgy? Mikor döntöttétek ezt el? Ez még mindig létezik, de miért akartatok? A cél az volt, hogy mindenkinek legyen szerepe a terjesztésben, mindenki jön a reggeli leckére, és hogy megtartsuk ezt, és hogy oké, ez valami más, ez valami technikai dolog, ez... Ennek semmi köze a spiritatáshoz. Technikailag segítitek egymást, hogy megtartsátok a keretet. Oké, hogy biztosítsátok, hogy mindenkinek van valami szerepe. Oké, én nem is tudtam erről. Oké, ez oké, ennek nincs köze. Ez is egy jó dolog. Ez lehet a hármasával, ötösével, teljesen mindegy. Nektek nem kell elválasztani ezeket, nem kell szétválasztani magatokat ilyen módon. Az ellattal kapcsolatban mondja a következő lehetséges, hogy a személy egy helyen van, a család a másikén. Ez lehetséges, de nem tudom, hogy mikor lesz ideje a családjára, hiszen reggel a leckét hallgatják 3-6-ig. Az ünnepek során egy kicsit más, mint ma is, ugye 4-8-ig volt, de látnunk kell, hogy mi a napi rutinjuk. Éjfélig dolgoznak, ez az, ahol mikor általában ágyba mennek, éjfélkor is, hogyha ez hétköznap nap van, akkor 3 órával később már lecke, és akkor utána aludniuk kell, utána enniük kell, fel kell készüljük az egy esti szervezésre, tehát nem lesz idejük a családra. Fel kell készüljenek megint a terjesztésre, és aztán van valami aktivitás, amit csinálnak délelőtt is, a tengerparton, a vásárlócentrumokban, van egy olyan aktivitás, ami az éjszakára alkalmas, van, ami napközben. Én nem hiszem, hogy egy barát, aki ellátban megy a család
családjával, és a barátjuknak, vagy a családnak egy másik apartment szervez, hogy lesz ideje a családjára. Nem hiszem, csak szétszakad. Én nem hiszem, hogy ez egy jó dolog, hogyha a barátod akar-e vinni a családját. Nem hiszem, hogy egy jó. De hogyha megszervezzük, hogy több család van együtt, ahol a férj-feleség úgy cserél, hogy együtt utaznak, hanem egy villa lesz erre, és egy másik villa, ahol a családok vannak, és a férj-feleség képes cserélni egymást. Mit tudom, én most én vagyok a gyerekekkel, és utána a feleségem megy ki. Én nem tudom, mondja, én nem hiszem, hogy ez jó. Ez úgy tűnik számomra, hogy túl bonyolult, de próbáltok ki, hogyha akarjátok, próbáltok ki, esetleg működik. Én nem tudom, mondja, én megértem, hogy nagyon nehéz, meg problémás, de én nem tudom, mondja, én azt hiszem, hogy ez nagyon nehéz a családot odavinni, és akkor beszélünk is a kisgyerekekkel. Nem hiszem, hogy ez jó. Én nem. Ez jobb, hogyha csak két napra megy valaki, vagy nem egy egész hétre, tehát, hogy elmenjünk otthonról egy pár napra, és hogy ezt elvégezzük, és akkor utána, hogy ahelyett, hogy egy hétig ott legyünk, amikor csak szétszakadunk egymás között, meg nem tudjuk, hogy hova tegyük magunkat. Oké, tehát ebből az következik, hogy a tízesben, amikor együtt ülünk egy ilyen sok ideig, a kérdés az, hogy vajon ezekbe a körökbe bejelzhetünk dalokat, vagy a témára vonatkozó dalokat. Ti azt csináltok, amit akartok, hogyha táncolni akartok a tízes közepén, akkor táncoljatok. Mindent meg lehet tenni az egység érdekében. Oké, nők lenyugodtak most már, oké. Én csak szeretném megkérdezni, a nők általában, azaz én hallgatom a leckét reggel, vagy délután, mert nincs meg a képességem, hogy felkeljek kora reggel. Tehát akkor én hogyan integrálok? Én megpróbálom ezt számtalanszor megcsinálni. Tehát mi a munkám ma ezzel az új módszerrel, hogy építjük a tízest? Hogyan dolgozok ezzel? Én azt hiszem, hogy a nőknek benne kell foglaltatni magukat a leckében, mindenkinek otthon a leckében benne kell foglaltatni magát, és hogyha képesek lesznek egy workshopot tartani egyszer egy héten itt, az semmi probléma. Akkor képesek lesznek előre jutni velünk együtt, hogyha a nő az képtelen több, mint csinálni ennél, akkor nem kell. A nők fel vannak mentve a micváktól, az olyan parancsolatoktól, ami az időre vonatkozik. Hogyha van valami más időd, akkor esetleg felkészült. Én hajlandó vagyok, megszervezni egy workshopot a nők számára. Kifejezetten a nők számára, mondja, ahogy ez volt korábban. A tízes munkásszolának lecke utána meghallgatom, az elég, hogy hozzá kapcsolódsz, akkor már integrálódtál, még akkor is, hogyha később hallgatod meg. Következő, tehát az a nők számára lesz workshop az ünnepek során? Én nem mondtam, hogy workshop a nők számára, azaz, hogy lesz egy bizonyos lecke a nők számára, vagy általában? Nem, most nincs ilyen dolog sabatkor, ez nem elég neked, amit most kapsz. Nem, te azt mondtad, hogy van egy olyan idő, amikor hajlandó vagy a nők számára workshopot. Akkor, hogyha a nők az ünnepek során mindennek kapnak a nők, nem? Hát mindenben részt vesznek a nők. Itt vannak olyan nők, akik babysitterek, tehát akik nem képesek a workshopban most együtt lenni velünk. Akkor mit akarsz tőlem, mondja? Én csak kérdezem, hogy van valami szándéke. Mikor csinálhatunk valamit a nőkkel? Tehát szombaton, vagy az ünnepek során? De nem képesek ilyenkor jönni. Nem, de ugyanúgy, ahogy korábban volt a női leckékkel, a férfiakkel. Nem. Most nem adom nektek a férfiakat, mondja, nekünk most kemény munkát kell végeznünk. Most nem a férfiak kárára, mondja, sajnálom. Voltak olyan idők, amikor a nők jöttek a férfiakért, de most ilyen nem létezik többé, nem engedhetjük ezt meg. A kongresszuson ott felosztottuk magunkat tízesekre, voltak nők, akik ide jöttek mind a három napra, és volt egy állandó tízesünk, és
leültünk, ültünk, és voltak olyan nők, akik akkor jöttek, amikor tudtak, és akkor, mit tudom, volt egy random tízesük, és azok, akik nem tudtak eljönni, és felosztottuk a nőket a tízesekre. A gyerekekkel, az korcsoportoknak is együtt voltak. De ami történt, az, hogy a nők, akik állandó tízesekben voltak, és azt mondták, hogy ez egy elképesztő dolog voltak, és mégis kapcsolatban maradtak egymás között, és a kérdés az, hogy vajon helyes-e, mivel hallottam, hogy mondtad a korábbi leckén, hogy esetleg a közösségnek tízesekben lenni, tehát egy pontos, tehát jó-e, hasznos-e, hogy a nőket felosszuk tízesekre a közösségnek alapján, a gyerekek kora alapján, vagy azzal, hogy képesek támogatni egymást fizikailag. Én nagyon félek az ilyen felosztástól, mondja Lev, mert az szétszakíthatja a csoportot, és minden egyes tízes az akkor elkezd saját magát nézni, és nem szabad ilyen állandó felosztásokat csinálnunk. A zsinagóga, akár 1000 emberrel, az minnyiának van nevezve, az nem osztható tízesekre, ahol mindenki a saját osztopánál ül a saját tórájával, hanem mindenki ugyanaz, ők mind egyetlen tízesnek számítanak, egyetlen minnyiának. Az nem lehet tízesnél kevesebb, de lehet a végtelenség. Tehát én félek ilyen tízesektől, hogy szétválasztjuk az embereket, és a nőkkel ezt nagyon nehéz, mert van egy ilyen tendenciájuk amúgy is, és az egójuk az erősebbé válik, az szétválasztja őket. Igen, az egyik igen, a másik nem, és én nem hiszem, hogy ez egy jó dolog. Kifejezetten a nők számára, hogy állandó tízesekben legyenek. Kifejezetten a nők számára nem javaslom az állandó tízeseket. Nem állandó tízeseket. Értsétek meg, hogy ez kárt okoz. Kérdeztetek a gyerekoktatásról? Nem, az idő lejárt, és már jeleket mutatnak, és ez nem a témára vonatkozik. Amúgy sem. Oké, srácok, Sadran, hol van az irányító? Dal? Úgyhogy dal.